Az első 20 percben a játékunk közel sem volt olyan, mint amivel kiindultunk az öltözőbe. Ezután viszont úgy éreztem, hogy megnyugodtak a srácok. Az egyenítő gól után pedig teljesen azt éreztem, hogy átvettük az uralmat. Sajnálatosan ezt nem sikerült ugye úgy megtartanunk, hogy legalább hosszabbításra tudjuk a mérkőzést vinni. Beadták a szélről, és feljel. Tettem a kapuba. Nagyon örülök neki, hogy sikerült a kapuba találni. Másik fél éve szerintem csak a miénk volt, ott találtunk is egy gólt, szerencsére, és jött egy bal szerencsés szöglet a végén. Ami fájó pont, hogy amikből gólokat szerzett az ellenfél, azokat a szituációkat, ezekre készültünk, legyakoroltuk, mégsem sikerült megúsznunk a kapor gólok nélkül. Úgy látom, hogy kicsit elkezdtünk kapodni itt a meccs végére. Kerestük a kulcspasszokat egyből, ahelyett, hogy fociztunk volna, amiben mi jók vagyunk. Szerintem még jobban együtt lett a csapat. Egymásért harcoltunk. A bajnokságban meg is lett az eredménye. Itt egy kicsit vekesek voltunk. Természetesen a bajnoki arany is ott van a szemem előtt, hogy ilyen messzire jutottunk mindkét fronton. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy kifejezetten jó teljesítmény, egy nagyon jó szezon, és az is biztos, hogy ennek megvan a maga tanulsága, és én nagyon bízom benne, hogy ezt a srácok úgy fordítják egyénileg is, és csapatszinten is majd az előnyükre, hogy egy ilyen döntőt hogyan kell megnyerni. Nyilván azért addig rögös út vezet, de semmiképpen sem kudarcként kell, hogy ezt megéljék, ez a tanulási folyamatunknak egy része, és most ebből nem jöttünk így összesen. Jövőre ugyanúgy bajnoki cím, kupa, a felnőtt csapatban is szeretnénk nevelni.